Jövő héten Vizer félmaraton, ennyit fogok futni. Ezt tervezem, 21 km, nagyjából a táv. Hát egyébként még sose futottam életemben. Ráadásul most fáj egy picit a vádlim, úgyhogy most a Margit szigeten megkezdem az utolsó edzést. De ez nagyjából az első edzés is a félmaraton előtt. Ugye 15 km-t 3 kört szeretnék most lefutni. Hát mondom, fájós vádlival az egy picit kemény vállalkozás, de meglátjuk. Két remegésért elnézést kérek. A kamerát úgy még tesztelem jövő hétre, mint a lábamat. Aztán, hogy jól vizsgázik, akkor fölveszem majd azt a versenyt is. Na, a lényeg a lényeg, hogy egy körön túl vagyok most, és egyelőre a lábam bírja, tehát 5 km után eddig oké, okay, a tempó nem túl nagy, de egyelőre örülök annak, hogy nem fáj. Na, megvan a 10 km, ennyit szoktam egyébként futni szinte mindig. Most a tempó elég lassú, egy óránál járok. Egyébként 10 km-en 48 perc a legjobb időm, de hát most eleve a vádlim miatt ez szinte lehetetlen, örülök, hogy megy egyáltalán, de megy. Most ha belegondolok, hogy ez nagyjából a fele a 20 km-nek, akkor kicsit ijesztő, viszont szerintem ebben a tempóban, ami azért nem túl kibírhatatlan, szinte laza, szerintem végig fogom bírni a 20 km-t, mert ez olyan 6-7 perces kilométereket jelent, úgyhogy azon a szintidőn belül leszek, amit vállaltam. De mondom, a lényeg az, hogy a vádlim bírja. Na hát vége, megvan a 15 km, amit már terveztem. És mondom még egyszer, ez azért nagy dolog, mert egy hét ezelőtt, egy kör után meg kellett állnom, annyira fájt a vádlim. Úgyhogy most nem mondom, hogy az, hogy tökéletes volt, de bírtam. Olyan 6-7 perc per kilométer, az azt jelenti, hogy másfél óra volt az egész. És akkor, hogyha ez így fog menni jövő héten, akkor a félmaraton is menni fog a szintidőn belül, amit vállaltam. Egyébként a Kométa csapat hívott meg, velük megyek majd, jóba vagyunk, van már velük hogyan készül videóm, a prágai sonkáról szól, lehet, hogy már láttátok is, és lesz is még idén a Wiesliről, ennyi most a reklámhelye, és akkor ez egész videó most ennyi, elég elfáradtam, de nagyon jó érzés, úgyhogy szerintem aki hezitál, hogy jöjjön a jövő héten, vagy ne, fusson-e, vagy ne, az jöjjön el, semmit nem lehet veszíteni, viszont szerintem, hogyha sikerül, az óriási érzés, én még nem voltam, tehát most az első lesz, és nagyon várom. Úgyhogy, hát, most ennyi, sziasztok!